beszélgetést Írország. Nagyon sok mindenkit érdekelt és kérdeztetek tőlünk, hogy mégis mennyibe kerül Írországban ingatlan bérlés és további költségek, hogy mit lehet számolni. Akár ugye most akarsz, vagy később akarsz nekivágni, és Írország lenne a cél. Összeírtunk egy kis listát, köszönöm Gábor a lehetőséget, úgyhogy szerintem akkor vágjunk is bele, hogy például az ingatlan bérléssel kapcsolatban mit tudnám mondani, nem csak a költségeket, hanem hogy egyáltalán, hogyha én ki akarok menni Írországba, akkor mégis mire számoljak, hogy tudok kivenni mondjuk egy ingatlan. Szia, Szilvi! Üdvözlöm a nézőket is! Jelenleg Írországban ez a legkomolyabb probléma, ugyanis évek óta ingatlan válságban élünk, szenvedünk, inkább úgy tudnám mondani. Még így is, hogy a vírus miatt most rengeteg munkanélküli van, szerintem munkát könnyebb lenne találni, mint lakást, ugyanis óriási az igény, és nincs elég ingatlan, fizikailag de már rendelkezésre elegendő ingatlan, óriási jó dolog történt, a vírus egyik pozitív hatása, hogy a turizmus teljesen eltűnt, mint olyan, és így az Airbnb egy, egy ilyen kesejű cég <laughs> által ugye reklámozott lakások, eddig azok visszakerültek a piacra. Tehát egy, egy, egyfajta, egyfajta megkönnyebbülést okozott ez ugye a, a lakáskereső embereknek, de még így is azt kell, hogy mondjam, hogy Iszonyat drágán érhetőek el eh, ingatlanok, eh, akár albérlet szempontjából, akár eh, vásárlás szempontjából, illetve még hogyha meg is van mondjuk a pénzünk, maradjunk az albérletnél, ha meg is van a pénzünk mondjuk erre az iszonyatos eh, mértékű albérletre, akkor is eh, több emberrel kell versenyeznünk, hogy ezt megkaphassuk. Tudná-e akkor példát mondani, Gábor, hogy hol éltek ti, mennyire belváros, mennyire külváros, és hogyha mondjuk én újonnan oda megyek, akkor milyen feltételekkel tudnék kivenni egy olyan ingatlant, amit betilaktok? Milyen, mennyi kaukciót kell letenni, mivel kell számolnom? Lehet, hogy nem vagyok a legjobb példa ebből a szempontból már. Mi azért vettünk saját házat, hogy spóroljunk az albérleti költségen. Tehát kevesebb, mint a felébe kerül így, hogy megvettük jelzálok hitellel, ugye? Mi Tablin Fölött lakunk egy picivel, tehát nagyon-nagyon-nagyon kint ahhoz képest, tehát mondjuk a belvároshoz képest, de még mindig a megyén belül, Dublin megyén belül. És itt, hogyha mondjuk egy ilyen házat, ez egy, ez egy háromszobás ikerház, 112 négyzetméter, ez most durván ilyen 300-320 ezer euróba kerül, hogyha valaki meg akarja venni, tehát duran olyan 100 egy néhány millió forint és ezt kibérálni havonta olyan 1600 euróba kerülne durván minimum. De mivel új ház, ugye lehetséges, hogy le, lehetséges, hogy valamivel drágább lenne. Most, ha valaki Dublinban euh, szeretne egy ilyesmit, tehát mondjuk a, az, az M50-es körgyűrűn belül, akkor ez egy alsó hangon egy 2500 euró minimum lenne, de inkább, inkább több, hogyha jobb környéken van ahol kint meri hagyni az autót az ember, hogyha esetleg valami vadabb vidéken akkor is 2000 fölött lenne. Tehát nincsen, nincsen igazából jó döntés. Az embernek el kell dönteni, hogy melyik újjába harap. Minél távolabb megyünk Dublintól, annál olcsóbbak igazából az ingatlanok, de már pár évvel ezelőtt is, amikor mi házat vettünk, akkor néztem utoljára, 80 kilométert kellett legalább menni ahhoz Dublintól, hogy érdemi csökkenést lehessen tapasztalni az ingatlan árakban. Ami, ami egy óriási távolság, hogyha napi szinten be akar ugye az ember járni, dolgozni. Egyébként a vidékkel a, a, a óriási e különbségek vannak, tehát mondjuk egy az ország nyugati felén 5-600 euróért lehet egy ennél sokkal nagyobb házat kibérelni óriási telekkel, melléképületekkel, de ugye ott nincs annyi munka, nincs feltétlenül autópálya a közelben, tehát a víz a földből jön, és nem elérhető normális internet, valahol elérhető, csak ugye előfordul az is, hogy nem, főleg a nyugati parton ott nagyon előfordul, tehát mindenkinek el kell döntenie, hogy mi a fontos. Aki tud munkát találni vidéken, ő neki nyilván nem kell ragaszkodnia a Dublinhoz, viszont mivel nagyobb város, több a lehetőség, ezért nyilván a legtöbben mégis próbálnak itt maradni -e a közelben. Tudsz-e a tanácsot adni, hogyha mondjuk valaki családostól szeretne nekivágni Írországnak? A, és hát ugye se munkahelye nincsen még, tehát nekivág Írországnak, nincsen ugye konkrét munkája, kimegy. Akkor hogy kezdjen neki, hogy próbáljon meg rögtön kivenni egy házat, amit szeretne, vagy inkább kezdje valami átmenetivel, és akkor utána, amikor már munkatapasztalata van, akkor könnyebben ki tud venni, könnyebben tud bérelni ingatlant? Ez egy nagyon bonyolult kérdés, attól függ, ugye, hogy ki mivel jön ki, vagy mire jön ki. Ugye a, a kezdő tőke is ebből a szempontból változhat, illetve nagyon fontos. Azt szoktuk általában mondani, meg tanácsolni az írószági magyarok csoportban, hogy semmiképpen se jöjjön senki családdal, hogyha bizonytalan e, környezetbe érkezik, tehát ha mondjuk nincs kint az unokatestvére, a sógora, az akárkia, akihez ugye tud menni, hanem jöjjön ki valaki egyedül, potenciálisan az, aki könnyebben fog tudni munkát kapni, e, illetve több pénzt fog tudni potenciálisan hazavinni, majd ő alapozzon meg itt egy, egy stabil életet, valamennyire stabil életet, bírjon kibírálni egy házat, ugye bírja megvenni az alapvető szükségletekhez elegendő dolgokat, és majd hozza ki a családot utána nagyon sokan vannak, akik szeretnének jönni családostól, akár Angliából át, ugye, akár Magyarországról, és nem győzzük lebeszélni őket, pont a, a, jelenlegi helyzet miatt, hogy ne, 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 ne együtt gyertek. Sokkal nehezebb ugye három-négy embert fenntartani a semmiből, míg egy ember simán ki tud bérelni akár egy szobát, egy magának, ami lényegesen olcsóbb, bár az is lehet 6-7-800 euró, ha csak egy szobát bérel valaki, ami azért nem, nem kis dolog, egy újonnan érkezőnek, illetve hát, olyan opciók is vannak, de ez a kevésbé kellemes, hogy a szobákon is osztoznak emberek, és akár 6-8 ember lakik egy olyan szobában, ami egyébként alapesetben egy párnak lett volna kitalálva. De van ilyen is, azok nyilván olcsóbbak. Tehát aki egy hátizsákból meg tud élni, ilyen kollégista módra, annak vannak azért lehetőségei. <laughs> És hogy kell elképzelni, hogy mi az, amit kérnek például egy albérletnek a kibérlésénél? Tehát most nem arra gondolok, hogy, hogy munkám legyen, hanem például, hogy általában mennyi kauciót szoktak kérni, vagy hogy milyen feltételek szoktak ezzel kapcsolatban lenni. Általában egy havi kaució az elég szokott lenni, aztán a papír munka az már, az már változó lehet, tehát a nagymamától DNS mintán át a mint egy bankszámla kivonatig, bármit, ugye, minél több, minél több papírral rendelkezik az ember, ugye az, az annál jobb, most az alatt ugye bankszámla kivonat, az teljesen biztos egy igazolás a munkahelytől, vagy a munkáltatótól, hogy ugye alkalmazásban áll az ember, az mindenképpen hasznos, illetve Érzékeny dolog nagyon, de nem árt, hogyha egy pár havi bankszámla kivonatot is az ember mellékel. Nem feltétlenül biztos az, hogy legális hogy kérik, de mi tőlünk is kérték annak idején, a múltban, és minél nyitottabb az ember, annál jobb, tehát én, ha meg tudom mutatni a landlordnak, a tulajdonosnak, hogy nekem egyébként stabilan érkezik be jövedelmem, és én abból költök is dolgokra, és látja azt, hogy villanyszámlát is mondjuk levonták a bankszámla kivonatról az előző házban, meg látta azt, hogy mondjuk az előző landlordomnak elutaltam az alvérleti díjat, akkor ez ugye mindenképpen pozitív. Valamint van itt egy olyan dolog, egy ilyen régmúltból itt, itt, itt maradt dolog, hogy előző Landlordtól való referencia, ami azt jelenti, hogy általában csak egy telefonszámot szoktak kérni, ott fölhívják a Landlordot, és megkérdezik, hogy fizető ember volt -e ez a Gábor, meg egyébként mennyire durta szét a házat, de ha te mondjuk ide szeretnél jönni Írországba, akkor megadhatnál engem, mint előző landlordodat, és, 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 azt mondunk, amit akarunk. Tehát ez egy igazából egy, 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 borzasztó bugyuta rendszer ebből a szempontból, tehát emiatt ne aggódjon senki, sokkal fontosabb az, hogy legyen munkahelye, illetve e, valami kis bankszámla történetet föl tudjon mutatni, de egy újonnan érkező embernek ez nincs. Úgyhogy ezért is célszerű egy szobabérléssel kezdeni, ezt általában fű alatt eh, adják ki az emberek abban a házban, amit egyébként ők bérelnek, ugye, hogy a költségeket megosszák egy picit, és akkor ott, ott, ott még az is előfordulhat, hogy eh, kaucióra sincs szükség, de ha kell is, akkor is a papírmunkától mindenki eltekint szerintem. Én még nem hallottam olyat, hogy aki szobát kiad, hogy ő kért volna bankszámla kivonatot a potenciális bérlőjétől. Kérdésem lenne, Angliában például úgy működik, legalábbis nekem ez a tapasztalatom, és már több házat béreltünk, hogy például angol állampolgártól kettőtől kérnek referenciát, aki legalább 12 hónapja elismeri, hogy ismer engem. Van-e ilyen Írországban? Szerencsére nincs. Hú, hát ez Ez, egy elég, ez, ez még jobban megnehezíteni az egyébként is borzasztóan nehéz rendszert. Nincs, nincs ilyen. Lehet, hogy ez nem mindegyik ingatlan ügynöknél, lehet, hogy nem mindegyiknél működik ez így, de akinél mi voltunk, és ugye már kettőt tudok ebből említeni, nálunk mind a kettőnél kérték, hmm. hogy legyen. Tudom, hogy kérnek ilyet állampolgárságnál, kérnek ilyet, amikor fegyver tartási engedélyt kér az ember, illetve biztos van még ilyen papírmunka, a a a ahol ezt kéri, ilyesmit, de egyébként nem, áll az ingatlan bérlésnél nem, Térjünk át akkor a másik részére, az ingatlannal kapcsolatos részekre, hogy van-e olyan, hogy kötelezően kell biztosítás fizetni, olyan, hogy adót kell fizetni az ingatlanra, és hogy mégis mennyibe kerülnek a közüzemi költségek? Hmm. Ami biztos, hogy van ilyen, hogy házadó, de például nekünk lassan két éve, hogy megvan, és még mindig nem jött róla a papír, de ez valami 100-200 euró, senkit nem érdekel, tehát ez egy, ez egy borzasztó e, aprólékos valami. Amíg az ember bérel, addig ugye a, a köznyelv úgy tartja, hogy a landlordnak ugye úgyis van biztosítása, de az ugye az ingatlant, fedezi, illetve hát a landlord ingóságait, ilyenkor erre van lehetőség, hogy az, az, az ember a saját ingóságait bebiztosítsa. Mi egyszer-kétszer csináltuk, miután ellopták a biciklijeinket, de, de egyébként nem, nem hiszem, hogy túlságosan népszerű. Amint viszont házat vesz az ember, akkor kötelező, hogy legyen a házra biztosítás a bank felé, viszont ezt nálunk senki nem ellenőrizte, tehát nyilván saját jól fölfogott érdekünk, hogy mi ezt megkötöttük, és például csak a, a viszonyítást kedvéért, ez 230 euróba kerül nekem évente, tehát, tehát ez is egy olyan dolog, ami, 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 amit nem számol senki, tehát ez nem egy nagy költség, egy 300 eurós házra ez az évi 230 euró, ez, ez ez nem, nem oszt, nem szoroz. Internet, vízgáz, villany, Hmm, ez érdekes, hogy a víz nálunk, eh, hát ezért megvernének, ha ezt mondanám, de most mindig kimondom, és akkor majd utána helyesbítek, ingyen van nálunk a víz, ami ugye nem igaz, mert 1972 óta ugye az útadóba, vagy a gépjárműadóba adóba ez be van építve, csak hát ezt elfelejtették a politikusaink, és pár éve megpróbálkoztak egy úgynevezett vízdíj bevezetéssel, ami egyébként borzasztó minimális, tehát egy 65 eurós maximum vízdíjat szabtak meg három hónapra. Aztán ugye tüntetéssorozat erőszak hullám indult be, és meg is szüntették ezt az egészet, visszautalták az összes befizetést, és azóta is ingyen van a víz. De egyébként borzasztó, kaotikus állapotok uralkodnak, még a mai napig sok helyen ólom vízvezetékek vannak, nincsen térkép a vízvezeték hálózatról, csomó helyen van szivárgás, amiket próbálnak felderíteni, de hát ugye őrült nehéz. Vidéken sok helyen ugye földből jön a víz, Isten tudja milyen, nincs, nincsen rendes infrastruktúra, szóval jobb is, hogy nem fizetünk érte, de egyébként le kell, hogy kopogjam, kilenc év alatt 15-ször költöztem, és a legtöbb helyen egyébként teljesen jól iható vízünk volt, úgyhogy nem tudok erre panaszkodni. A villanyszámla egy érdekes dolog, nem, nem akarnék általánosítani, de a saját tapasztalatomból, hogyha kiindulok, általában mindig olyan olyan, olyan 150 eurókat fizettünk két hónapra, hogyha ebben a fűtés nem volt benne. De ez, ez megint óriási mértékben tud változni, attól függően, ugye, hogy milyen ház, ki mennyit villanyt használ. Most például nálunk a fűtés is elektromos árammal megy, és így is a leghidegebb téli időszakban sem fizetünk többet, mint 250 eurót két hónapra, de ez egy, ez egy nagyon alacsony összeg. Tehát azt tudom mondani, hogy ha, úgy számol az ember, hogy háztartásonként havonta egy 100 euró villanyszámlára, akkor úgy nem nagyon lő mellé. Internet. Milyen amúgy az internet lefedettség Írországban? Hú. És mennyibe kerül? érzékeny probléma, ugye, mert infrastruktúrára van szükség hozzá, Írországban ez pedig hát hol van, hol nincs. Dublinban és környékén ugye most már egyre inkább elérhető, ez az egy gigabit per másodperces maximum sebességű üvegszállás kábelen futó internet, és az most terjed ugye szerte az országban. Egyébként Dublinban ilyen 200 5350 megabit per szekundumot általában el lehet érni, hogyha valakinek fontos az, hogy jó sebességű internetje legyen, de, de ahogy távolodunk Dublintól, egyre nehezebb jó internetet, illetve stabil, megbízható internetet szerezni. Ott azt tudnám mondani, hogy ez a havi 50 euró környékén már Elérhető korlátlan és minimum 100 megabit per másodperces maximum sebességű internet, de nagyon függ hogy hol lakik az ember. Tehát mi jártunk úgy, hogy a mi utcánkban még nem, másik utcában már igen, volt gyors internet. Tehát ilyen, ilyen kőkorszaki állapotok is tudnak uralkodni, tényleg nagyon-nagyon nagyban függ hogy hol lakik az ember. Mondjuk nekem például mindig szempont volt, de én Kakuk tojás vagyok ebből a szempontból, nekem mindig fontos volt, hogy ahova költözöm, ott elérhető legyen gyors internet, de ez általában nem igazán elsődleges szempont a legtöbb embernek. Mobilszolgáltatás. Van egy cég, aki világszinten hasonlítja össze a mobilszolgáltatókat minőség szempontjából. Mindenki megnézheti magának, Írország nagyon az alján van a listának. Egyébként ugye van nálunk a Vodafone, ami ugye a világon a legnagyobb szerintem, még mindig. Aztán van nálunk ugye a Tree, ami ugye Angliában is van, meg mi van még? Van egy, egy ír, egy másik szolgáltató, illetve egy csomó virtuális szolgáltató. Angliához képest még mindig botrányosan sokat fizetünk mi országba a mobiltelefon számlánkra, de egy rengeteg virtuális szolgáltató higította föl a piacot, tehát már ilyen 15 eurótól havonta a Fesco mobil segítségével már el lehet érni korlátlan internet használatot, meg korlátlan perc, korlátlan SMS és hasonlók, de ugye a határa csillagoség, amit én tudok, ami nekem van, az a 80 eurós csomag a Vodafonnál, annál drágábbat én még nem láttam, és akkor ebbe például most van 60 gigabyte-nyi internet, korlátlan mobil hívás, mobil és vezetékes hívás bárhova Európában, meg Amerikában, meg Ausztán. Tehát a, a, modern világba bárhová telefonálhatok, igazából gondolkodás nélkül, egy telefonnal, és, és még a jó Isten tudja, rengeteg minden van ugye benne, és akkor innen, ahogy haladunk a havi 80 eurótól lefelé, annál jobban szűkülnek a lehetőségek. Éppként aki, tehát itt nem ritka, hogy az embereknek kettő, három, négy mobiltelefonjuk van, mert ugye az egyikkel használják Írországban, a másikat csak ha Magyarországra telefonálnak, a harmadikat, hogyha akár, tehát megoldják az emberek, ezt ócsón meg lehet egyébként oldani a hazatelefonálást Magyarországra ma már, de, de valahányszor véletlenül lecsípik egy angliai mobil telefonszolgáltató reklámot, akkor mindig, mindig, nagyon dühös leszek, mert hogy sokkal, sokkal olcsóbb, ugye. Magyarországhoz képest viszont, meg én azt, azt kell, hogy mondjam, hogy Írország az olcsóbb, tehát szerintem mind a fizetésekhez képest, mind egyébként a szarifákat nézve úgy általában jobban jár, jobban jár itt az ember nézzük az autóval kapcsolatos költségeket, mennyibe kerül mondjuk egy autó, hogyha ezzel kapcsolatban tudsz nekem információt mondani, tehát lőjünk be valamilyen kategóriát, üzemanyag, és egyetlen egy autónak a fenntartása, akár a szervizelése, vagy akár az, hogy milyen adókkal jár ez a dolog, hogyha saját autód van. Hát, ó, függ, hogy ki, ki milyen autót szeretne, milyen autót szeretnél, szépen, nézzük meg. Mondjuk akkor nézzünk egy példát, mondjuk egy 10 éves S40-es Volvo kategória körülbelül, hogy ennek milyen ára van, vagy ehhez hasonlót tudsz -e mondani, üzemanyagok milyen költséggel járnak Írországban, meg hát egyáltalán szerviz szervizelés egy autónak. Na. Nem tudom, én azt hittem, hogy autókról beszélünk, most mondtál, hogy Volvo, -t. nem csak viccelek. Fogalm sincs egyébként, hogy tíz évesen mennyibe kerülne, de az biztos, hogy még mindig megérni Angliából beimportálni, ugyanis ezt szokták ugye csinálni az emberek. Mondjuk nem feltétlenül biztosan, amikor tíz éves, nem tudnék neked erre árat mondani de az biztos ugye, hogy, hogy az angliai autóbiznisz még mindig megy. Amire viszont tudok mit mondani az a, az a, a, a velejáró költségek, ha mondjuk egy újonnan érkezett ember jön Így országba és ő első autót szeretne, akkor van egy-két biztosító, amelyik elfogadja mondjuk az otthonról hozott bónuszigazolást, de inkább ez a ritkább, és az a valószínűbb, hogy, hogy nulláról fogja kezdeni, és aztán horribilis összegeket el tudnak kérni. Most értsd ez alatt azt, hogy 2500 és 4500 -5000 euró között ez bárhol lehet az éves biztosítás egy autóra, aztán vannak erre is különféle jó angol biztosítók, például a Boximo nevű biztosító, amelyik beszerel egy kis készüléket az autóba, ami méri, hogy versenyzel, hogy fékezel, hogy gyorsítasz, mit csinálsz, hogy kanyarodsz, és akkor ugye bónusz kilométereket ad, és ezért cserébe ugye olcsóbb lehet a, a biztosítás. De azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy ez a két ezer euró az egy ilyen általános kezdő biztosítási díj. Nagyon fontos az autó élet, volt olyan időszak, amikor 15 évnél idősebb autókat például, hogyha te vettél, mint, mint sokadik tulajdonos, akkor nem volt hajlandó a biztosító biztosítani, mert hogy az már túl öreg Ezzel is próbálták ugye, egy picit serkenteni az új autó vásárlás iránti kedvet, ami hát egyébként itt Írországban egyébként is óriási tehát rendkívül sok-sok rend, rendkívül autót adnak el újonnan kedvező konstrukciókkal, de a biztosításon túl, ugye még ott van ez az úgynevezett gépjárműadó, ami hát minél újabb az autó, annál kisebb, tehát mondjuk az én autóm az egy, egy 8 as hibrid, tehát 1, 1.800 köpcent is, erre én fizetek 190 eurót egy évre, ilyen Adó cím címszó alatt, de amikor egy 2200 köbcentis Mazdán volt e, dízel, arra is ennyit fizettem. Ezek mind, tehát vadonatúj autókról beszélünk, míg ha mondjuk e, van az embernek egy 10 éves 520-as BMW-je, hát akkor ez lehet, nem tudom pontosan, meg lehet nézni, de ilyen 1800 euró is lehet akár ugyanez éves szinten, mondván, hogy öregebb autó, ugye magasabb a kibocsátása, ami hát nyilván nem igaz, nem minden esetben igaz, ugye hát nyilván autó függvénye. Tehát ez tud még egy magas költség lenni, de inkább a biztosítás az, ami, az ami sokak, amitől sokaknak kihullik a haja, illetve hát előfordul az is, amikor valaki tényleg a nullával, nulláról kezdít újra, és rossz autóba nyúl bele, hogy egyszerűen a biztosítók sorra utasítják el. Ugye erre is van ilyenkor egy megoldás, egy állami segítségnyújtás erre az esetre, hogyha három biztosító elutasít, de hát ezt nagyon kevesen ismerik, ugye nem igazán élnek az emberek ezzel a lehetőséggel. És én azt szoktam mondani, a biztosításnál mindig számít, ugye nagyon sok minden, nagyon furcsán gondolkoznak a biztosítók, tehát például egy autó típusnak ugye az előzményei, a hiszt, nagyon fontos, tehát hogyha mondjuk egy Nissan Mikrát akar venni valaki első autónak, amit úgy szoktak általában hirdetni, ugye, hogy ideális első autó, hát ez nem igaz, hiszen rengeteg Nissan Mikrát loptak már el, rengetegen okoztak balesetet Nissan Mikrával, tehát innentől kezdve a biztosítóknak óriási rizikót jelent, ha valaki Nissan Mikrát vesz. Míg mondjuk egy Volvo S40, amit egyébként nem nagyon vesz ember a világon, <laughs> jó, csak viccel, de, de, ugye az már egy lényegesen kisebb rizikót jelent a biztosítónak pusztán azért, mert nem olyan népszerű. Ő, a kedvenc autóm a Volvo, úgyhogy... <laughs> Bocsát, tudom, éreztem, azért is, azért is <laughs> szí szívom a véred egy picit mert... <laughs> Igen, kezdtem érezni, és így hogy S40-es, nem nagyon veszi senki. Uh -huh. jó, oké. Okay. <laughs> Na, lépjünk tovább. Üzemanyag. Hogy néz ki? Hogy néznek Hú, ki az eh, most ugye emiatt a, az olajválság, mert nem is tudom, lehet a válságnak nevezni, ugye emiatt a kis politikai, diplomáciai csatározás miatt, ugye, ami történik a világban jelenleg, lecsökkent itt is az üzemanyag ár, most ilyen 1,20 euró cent körül van egy liter benzin, ez körülbelül az a tíz évvel ezelőtti szint, mint amikor, amikor én ide kijöttem. De ennél, lejjebb valamiért nem akar menni. De többször fordult az elő, hogy Magyarországra hazautaztam, és folyamatosan azt láttam, hogy Jézus, ami drágább a benzin, mint Írországban. Tehát ez nem egy, nem egy számottevő költség, mondhatjuk így az üzemanyag mondjuk még itt a vírus helyzet előtt, mondjuk egy évvel ezelőtt, tehát biztos az is ugye változtatta ilyen szempontból, hogy mennyi volt, vagy mire emlékszel, hogy talán melyik volt a legmagasabb eddig, amire emlékszel. Hmm. Nézd, úgy tudom ezt neked összehasonlítani, hogy 45 euróba került, hogy telerakjam az autóm benzintankját előtte, most megkerül 40-be. Tehát igazából nem, nem lélegzik föl az ember tőle, hogy jaj, de jó, most csak 40, de, de, igazából mégiscsak számít, számít ugye valamit. De ha jól emlékszem, a legdrágább, amire én emlékszem, az ilyen 160 euró 70 cent körül volt. De lehet, hogy most nagyon mellé lőttem, de nagyságrendileg ott volt valahol. Mit javasolsz, ha valaki újonnan kimegy, és mégis úgy dönt, hogy családdal esetleg, vagy úgy dönt valaki, hogy ketten próbálnak szerencsét, és előre mennek? hogy autót kell venni, javasolnád, hogy vegyenek, vagy Írország nem az az ország, ahol ez az elsődleges? Hát nagyon, nagyon fontos dolog. Rengetegen megélnek, egyébként autó nélkül, ez nagyon érdekes, vidéken is és Dublinban is, de én elsődleges fontosságúnak tartom, hogy itt tömegközlekedés, mint olyan, nem nagyon van. Van, ugye főként ugye Dublinban, van, de borzasztó rossz Hát nem működnek a, tehát olyan, mint menetrend, e, az egy ilyen jelzésértékű valami, e, föld alatti nincs, villamos vonalból kettő van, most már ezek össze vannak kötve, de korábban még össze se voltak kötve, tehát sétáltál egyiktől a másikig jó, jócskán, egy 15-20 percen. E, a buszközlekedés az katasztrofális, tehát a, a, város központ az átszálló csomópont, tehát könnyen előfordulhat az, hogy a nyugati részről le akarsz menni a déli részre, de ez a félórás út két órába fog tenni, mert először be kell menni a városközpontba, és utána onnan tudsz csak lemenni. Tehát nem igazán jó, nem igazán megbízható, és ugye az időjárás is itt olyan, hogy inkább inkább nem akarnak az emberek ugye túl sokat várni a buszra, ugye az eső meg a szél miatt sokszor, tehát nagyon fontos, illetve hát, hogy az ember, hogyha szét akar nézni, már pedig ugye egy idő után eljön az, amikor már egyébként van stabil munkája, van mit ennie, nem kell a számlák miatt aggódni, hát akkor nézzünk most már szét ebben az országban, hogy egy autóval ez nyilván sokkal inkább megvalósítható. Neked is jó volt, nem beraktad a székedet az autóba, elmentél a... Mm. igen, most beszélgetünk. igen, <laughs> igen. Most itt a Moher vagyunk egyébként, aki nem ismerné meg, és a változatosság kedvéért süt a nap, látjátok, hogy fénylik az arca. <laughs> Mit tudnám mondani azzal a kapcsolatban, hogy átlagban, hogyha valaki normál étkezésről beszélünk, tehát nem az van, hogy megvon magától dolgokat, tehát vannak megszokott dolgok, és nem is azt mondom, hogy speciális ételeket kell, hogy vegyen, tehát egy átlagot nézve, körülbelül heti vagy havi szinten mennyibe kerül az étkezést, az élelmiszer megvásárlása normál szinten? óriási különbségeket látok e, emberek között. Pont most e, volt erről szó, egy e, két gyerekes család, tehát anyuka, apuka, két gyerek, 100 eurót költ hetente bevásárlásra. Míg ugyanezt mi a párommal megcsináltuk 250 euróból. Hogy mi? Te, igen, tehát e, jó, nem, nem mondom azt, hogy minden héten 250 eurót költünk, de hát beszalad ilyen. Tehát, tehát, óriási különbségek vannak, tehát az emberek annyira tudnak, ha akarnak okosan vásárolni, hogy az valami őrület, míg, míg az embernél előfordul az, hogy besétál rossz boltba, rosszul nyúlod a termékekhez, félig sincs a bevásárlókocsi, és 250 euró, és így nézel szét, hogy úristen, mit törtem szét, vagy, vagy mi történt, mitől kerül ez most ennyibe. Tehát óriási különbségek vannak, nyilván az egyéni igények is borzasztó nagymértékben befolyásolják, ugye van Lidlink, van Aldink, van Tesconk, amit ugye mindenki ismerhet, és ugye a Lidl és az Aldi az, ami, az, ami ugye a legolcsóbb, és akkor onnantól felfelé a Tesco az itt érdekes módon egy ilyen eléggé, eléggé nívós és drága valaminek számít, de még nem ez a legdrágább, nyilván, de ott, ott mondjuk borzasztó könnyű azt a heti 250 eurót csak így puff elkölteni, gondolkodás nélkül, különösebben. Amúgy, a, hogyha nem heti bevásárlásról beszélünk, hanem mondjuk azt nézzük, hogy me, mennyibe kerül egy reggeli, egy ebéd, egy vacsora, hogyha ugye elmegy az ember, ott is, ott is nagyon sok a különbség. Ugye a, szokták mondani, én borzasztóan mérges voltam emiatt, de szokták mondani, és honnan ismered meg a magyar turistát a repülőtéren, ugye a rántott húsos zsömléről. Hogy ő hozza otthonról, mert hát nem költ, de, de fú, fú, de mérges voltam, amikor amikor ezt mondták nekem régen. De egyébként így van, de egyébként meg abszolút nyugatias árak vannak, tehát mondjuk egy egy 5-10 euróból lehet úgy átlagosan megreggelizni, hogyha egy full Irish breakfast-et akar valaki, ugye akkor az durván olyan 10 euró környékén mocorog. Uh, ugye a Subway például az egy, én szerintem egy borzasztó jó referencia, bárhova megy az ember a világon, Magyarországon is van, itt is van, meg mindenhol, ott 6, 6 euró 20 cent talán ugye a nagy szendvics. Aztán egy ebédet, egy ilyen um, egy ilyen um, laza ilyen éttermi környezetben elkölteni, azt tudom mondani, hogy ez olyan 10-15 euró környékén van, hogyha valaki ezt nagyon szeretné, de nyilván itt is lehet 5 euróért venni egy jó szendvicset, hogyha valaki ezt szeretné. Aztán ugye a gyors kajának itt óriási hagyománya van. Nyilván, hát ugye, a, hogyha valaki Angliában él, akkor nem kell bemutatni, viszont a magyar ember az, én szerintem elszörnyed azon, hogy itt mennyire nem főznek egyébként az emberek, úgy általában is van, aki éveken át nem, esik, nem eszik más, csak ugye gyors kaját. Ez számomra nagyon sokáig földolgozhatatlan dolog volt de ugye van, van, van minden, van Domino's pizzánk, van kínai, van táj, van arab, mindenki megtalálja, amit akar, és én ott is azt látom egyébként, hogy az utóbbi időben szoktam rá, egy picit, nagyon, de azért feszül a póló rajtam, például egy, egy esti vacsorát egy ilyen kínai tékövéből ilyen 10 euró környékén egy főre meg lehet oldani, kivéve, hogyha egy Spicebox-sal beéri valaki, ami 6 euró egyébként, és egy szuper, szuper jó kaja. Tehát, hogyha összeszorozzuk ugye ezeket, hogyha most beszéltük a reggeléről, ebédről, vacsoráról, és ezeket összeadogatnánk, és fölszoroznánk egy hétre, nem biztos, hogy jobban megéri bevásárolni, mert ugye még azzal rengeteg munka is van, de nyilván az otthonról hozott, a Magyarországról hozott program miatt mi is ezt csináljuk. Hát csak egészségesebb, csak normálisabb az, az hogyha az ember főz is Én ezek után egy kicsit is éheztem, úgyhogy most elbújtok, <laughs> tartsunk egy kis szünetet, igen, és akkor hamarosan igen. folytatjuk, mert még bőven van kérdésem. Köszönöm szépen, akkor szia-szia! Köszönöm én is, szia, szia, szia.